Míg a másik nagy kérdés az volt, hogy az állam szerepe mi legyen a gazdaságban, amit ugye privatizációnak fordítottunk le gyorsan. Ott nagyon megoszlottak a vélemények az MDF-nek a köreiben, és igazság szerint nem is a közgazdászok között oszlott meg a vélemény, nagyjából akik ott voltak abban a hullámban közgazdászok, azok nagyjából mondták, hogy igen, privatizálni kell, több mindenre megoldás kell magántulajdon, meg segíthet az államadósság menedzselésében, akkor nem elépítésről volt szó messze, hanem a menedzselésében, hanem inkább a politikus vonalon volt, akik féltek a kapitalizmust, akkor talán nem is ugye vadkapitalizmust fogalmaztak, ugyanakkor a harmadik utat ugye nagyon sokan emlegették, az teljes félreértésen alapult egyébként a harmadik út is, meg a szociális piacgazdaság. Tehát ott azt a Péter emlékszem, hogy rendszeresen ilyen kis adásokat tartott, hogy harmadik út, meg főleg a szociális piacgazdaság, ugye a miniszterelnök úr a szociális piacgazdaságot használta, azt hitték, hogy a szociális, az a képzet alakult, ugye nem jó lefordít, nem tudtuk, nincs jó magyar nev, ugye, hogy ez azt jelenti, hogy akkor az ilyen lágy piac gazdaság, tehát ilyen védett helyzeteket jelent, miközben a szociális piac gazdasága, abban az értelem, hogy a miniszterelnök úr is használt, az a Freiburgi iskola, ami ugye nagyon kemény piac, erős versenygazdaság, és mellette ott van egy háló, akik kihullanak, mondjuk így képletesen fogalmazva, akiket segít a szolidaritás. Hát a szolidaritás meg az erőteljes piac, és ugyanez volt a harmadik utas elképzelésekkel is. Inkább nekem az volt az érzetem pont az első program kapcsán, amit én nem tekintettem programnak, és nem is vagyok benne biztos, hogy azt úgy komolyan átgondolták nagyon sokan, hogy mi van benne, ott is használták harmikat, de inkább ilyen, hogy egyszerűen fogalmazzak, inkább ilyen Németh Lászlós értelemben, mint a Röpke. Uh-huh. Úgy akkor is Wilhelm Röpkét lehetett akkor is olvasni, más nem antikváriumba, az is elég határozottan, inkább a szociális piacgazdaság irányába vitt, ugye ebbe az eszmélkörben élt. Tehát de hát minden mozgalom valószínűleg így alakul, hogy így hullámoznak, hogy kik vannak ott, mit gondolnak. És amikor a Péter ottan, hogy mondjam, így kezébe vett a dolgot, akkor jött ez a fajta professzionalizmus, és valójában akkor jött ez a pillanat is, hogy olyan platform alakult ki az MDF-en belül, ami, hogy mondjam, ilyen vitaképes volt a többiekkel. Tehát ahhoz kell egy közös platform, hogy vitaképes legyen az MDF programja, meg a akkori SZDSZ, meg az MSZ, meg nem tudom ki, mindenkinek volt egy rakás ilyen vita a kerekasztalon, de azon túl is, hogy egyáltalán ugyanarról beszéljünk. De mert erre egyébként nem lehet, hogyha a gazdasági programban az a lényeg, hogy fogy a magyar. Ez is fontos, de az nem a gazdasági program része is.